Köszöntöm Önöket, mai vendégünk Kovács Sándor urai Jasznakun-Szolnok megyei közgyűlés elnöke. Szeretettel köszöntöm elnök úr a stúdiónkban, örülök, hogy elfogadta meghívásunkat. Én is köszöntöm a televízió nézőket. A közelmúltban számos programot szerveztek a megyében, szemezgessünk most ebből egy picit. Június 21-e és 23-a között rendezték meg a Jász világ találkozót, az idén Jászberény adott ennek a programnak otthont. Ön nyitotta meg ezt a rendezvényt, mit kell tudnunk erről a rendezvényről, mi a jelentőség? Hogy sikerült? Hát ez egy kitűnő rendezvény sorozata, a Jász világ találkozó hasonlít a Kun világ találkozóhoz. Annyi a különbség, hogy a jászok talán egy 5 évvel hamarabb hozzákezdtek a saját világ találkozójuk megszervezéséhez. Most már a 20. alkalommal került megrendezésre ez a világ találkozó. Minden évben másik jász településen kerül megrendezésre ez a világ találkozó. Ebben az évben Jászberényre került sor. Nagyon impozáns volt ez a rendezvény, hát az a megtiszteltetés ért engem, amit a megnyitómban ki is hangsúlyoztam, hogy különleges dolog, hogyha a Jász világ találkozót egy Kun nyithatja meg. Kitettek magukért a jászberényiek, rengeteg kulturális rendezvény volt, művészeti seregszemle, tehát méltó volt a Jász-Nagykun-Szolnok megyéhez, a jászkunsághoz az, amit most idén Jászberénybe csináltak. Ehhez a rendezvényhez egy hétre, egy igazi Kun rendezvényre került sor itt a városban, hiszen akkor rendeztük meg a 15. Karcagi Birkafűző Fesztivált. Hogy értékeli ezt a rendezvényt? Hogy sikerült ön szerint? A birkafőző verseny, a birkafőző fesztiválnak az értékelésébe egy dolog a legfontosabb. Az, hogy milyen lesz a birka pörkölt. Ebben az évben nem azt mondom, hogy én is a csúcsbirka pörköltet főztem, egy ilyen közepes... Láthattuk, hogy ön is főzött. Közepes lett az én általam főzött birka pörkölt, de a rendezvény az kitűnő volt. Nagyon sok karcagi volt ott, Karcagról elszármazott, a karcagiak barátai, és hát sok idegen érdeklődő is jött erre a rendezvényre. Én azt gondolom, hogy a birkafőző verseny igazából nem egy turista látványosság, nem egy idegenforgalmi esemény, hanem igazából ez nekünk szól, karcagiaknak, karcag környékieknek, és hát azoknak az embereknek, akik lehet, hogy egy évben csak egyszer tudnak akár hazajönni, vagy ritkán, de mindig a birkafőző versenyre jönnek haza. És hát jól éreztük magunkat, jót tettünk, minden évben egyre jobbak a birka ételek, a birka pörköltek. Egyik ismerősömmel, akivel már 10 éve főzünk egymás mellett, azt jegyeztük meg, hogy akár 15 évvel ezelőtt is úgy sokkal vegyesebb volt a kép. Főztek, próbálkoztak mindenféle típusú pörkölttel, birka étellel. Néha rá is csodálkoztunk, hogy milyen kísérletek vannak, de azt kell látni, hogy az utóbbi pár évben már egységesen igazából nem is látott az ember olyat, amire azt mondta volna, hogy rosszul néz ki, vagy rossz lehet. Igazából szerintem mindegyik birkapörkölt hozta azt a szintet, amit egy karcagi birkapörköltnek el kell érnie. Ugye Hungarikum lett a karcagi birkapörkölt, és akkor ebből én arra következtetek, amit most ön mondott, hogy akik mondjuk a Balatonról jönnek, vagy tehát más városokból, ők is megpróbálják a mi karcagi birkapörköltünket főzni. Tehát szerintem egyre kevesebb az ilyen babérleveles, rozmaringos birkapörkölt. Nem, igen, kétféle folyamat van. Egységesedik a receptje a birkapörköltnek, mert aki más vidékről származik, és nem szereti a birkahús, nem szereti a birkapörköltet, azért, mert egy rossz birkapörköltet evett, és eljön Karcagra, és megkóstolja az ittenit, akkor rájön, hogy ez egy kitűnő finom étel, és próbálkozik ezeknek a receptek az alapján megfőzni a birkapörköltet. A másik ilyen irányba jövő folyamat pedig az, hogy aki eddig elszúrta, és rosszat főzött, az előbb-utóbb belátja, hogyha mellette egyel, kettővel, hárommal kitűnő finom pörkölteket főznek, akkor belátja azt, hogy lehet, hogy neki nem is kellene. És hát vannak olyanok, mint amilyen én, hogy évtizedek kellene, mire belátom, hogy nem kellene birkapörköltet főzni. De mégis megfőzni minden évben. De minden évben próbálkozok vele, nem adom fel, úgyhogy nagyon kedves a baráti társaságom és a családom, úgyhogy igyekeznek biztatni, dicsérik, azt mondják, hogy jó. Néha én is meg vagyok elégedve azzal, amit főzök, de az igazi birkapörkölt, vannak olyanok az átlagosak. De vannak olyanok, amik tényleg azt mondja az ember, amikor megkóstolja, amikor eszik belőle, hogy ez egy csodálatos. Ezek a ritkák, de egy karcagon lehet olyakat enni. Zsűrizésben szívesen részt venne?
Nem. A zsűrizés az egy nagyon nehéz feladat nekem. Volt egy ismerősöm, lehet, hogy elmondhatom a nevét, Csomós Mátyás, ő volt 4 évvel ezelőtt a megyei katasztrófavédelmi parancsnok, és remélem nem veszi rossz néven, hogy itt elárulom a titkát. Ő mondta azt, hogy olyan szívesen eljönne a karcagi birkafőző versenyre, és fel lett kérve a társadalmi zsűribe. És én következő héten beszélgettem vele, hétfőn vagy kedden, és megkérdeztem, hogy na hát milyen egy zsűribe részt venni, és mondta, hogy ő soha többet ilyet nem csinál, nagyon beteg lett. És mondom, mitől valami, mondom, rosszat tettél? Azt mondja, 40-valahány birka pörköltből evett. És hát mondtam neki, hogy hát mondom, ez nagy hiba, mert mondom, 40-valahány birka pörköltből enni, ez iszonyatos mennyiség. És mondtam, hogy hát mondom, ezt legközelebb úgy kell csinálni, hogy szemmel is selejtezni kell. Tehát vannak olyan birka pörköltek, vagy vannak olyan ételek, amire ránéz az ember, és azt mondja, hogy inkább meg se kóstolja az illata miatt, az állaga miatt, és vannak olyanok, amik már úgy néznek ki, amiket érdemes megkóstolni. És ezek közül fog győzni az, amelyik a illatra, állagra és ízre is a legjobb. Akkor a következő évben már nem vállalt el a felkérést a zsűrizésre. Tapasztalatlan volt. A mostani rendezvény után ugye megvolt a nagy értékelés, és tudjuk, hogy kb. 13 ezer fő vendég, vagy 13 ezer fő látogatott el a mostani rendezvényünkre. Ön szerint hogyan lehet majd ezt a rendezvényt kordába tartani? Hova fejlődhet még ennek a rendezvénynek a látogatottsága? Két irányvonal van itt a birkafőző versennyel kapcsolatban. Az egyik az, hogy minél nagyobb idegenforgalmi rendezvényé fejlesszük ezt a birkafőző versenyt, hogyha jönnek az ország bármely részéről vendégek, akkor nagy mennyiségű etetést tudjanak enni, minél több ember jöjjön. Én a másik irányvonalat képviselem, hogy igazából ez egy kicsit nekünk magunknak szóló rendezvény, a karcagiaknak, a karcag környékieknek, a karcagról elszármazottaknak, és minden évben probléma az, hogy beesik egy turista csoport, és nem tud birka pörköltet enni. Maximum csak úgy, hogyha ha valaki megkínálja. Én is minden évben találkozok ezzel a problémával, hogy kérdezik, hogy lehet-e vásárolni. Nagyon kevés helyen lehet vásárolni birka pörköltet. Én azt szoktam mondani, ha szimpatikus az érdeklődő, hogy vásárolni nem lehet, de üljön le itt nálunk, legyen jó ízűen, mert jutni jut, de eladásra én nem főzök birka pörköltet. És ennek a fesztiválnak ez határolja be a nagyságát, hogy mennyi embert tudunk egyszerre etetni. És hát ez nem egy bajai halászléfőző verseny, hogy 10 liter vízzel, meg 3 kiló hallal 50 embernek lehet főzni, ez egy komolyabb műfaj. Itt egy egész birkát kell jól előkészíteni, kell megfőzni, és hát amikor az ember már ilyenre szállja magát, akkor összeszervezi a baráti társaságot, a családot, a rokonokat, és együtt fogyasszák el, és hát ha van vendég, akkor szívesen látja, de csak azért, hogy valaki beesik, vagy nem esik, akar enni belőle, vagy nem akar enni belőle, arra itt Karcagon nem nagyon készülnek fel, és nem nagyon főznek. Mi a terve a jövő évre vonatkozóan, ismét elindul-e? Hát már évek óta játszok a gondolattal, hogy nem fogok elindulni. Ilyenkor azt mondom, hogy a fáradtság, az elégkészületek, a sok idegeskedés, hiszen mindennek rendbe kell lenni, beszerezni a birkát, nyúzni, darabolni, előkészíteni, utána egész nap ott lenni, próbálni, vigyázni arra, hogy ne kapjon le, jó sikeredjen. A vendégeket látom, mindig egy fáradtsággal jár, és minden évben gondolkozok azon, hogy lehet, hogy jövő évet ki fogom hagyni, és amikor jön a birkafőző verseny, akkor már tavasszal, amikor már kihirdetésre kerül, hogy jelentkezni lehet, akkor az első között foglalom a helyet, és akkor nem lehet kihagyni. Az a helyzet, hogy hiába akár fáradtság, akár törődés vagy idegeskedéssel jár az ember, hogyha már egyszer úgy elkezdte, egy jó társaság kialakult, akkor nem tudja ezt abba hagyni. Hát kíváncsiak vagyunk akkor majd a jövő évi rendezvényre. Néhány napja a kínai delegáció érkezett az ön meghívására. Kik jártak a megyében? Jászlánkun-Szolnok megyének több testvérmegyei kapcsolata van. Van két kínai testvérmegye. Most Sanszi tartományból látogattak Jászlánkun-Szolnok megyében. Viszonozták azt a látogatást, amit egy másfél hónappal ezelőtt mi tettünk ebbe a megyébe, ebbe a tartományba. Azt kell tudni Sanszi tartományról, hogy Pekingtől dél-nyugatra helyezkedik el. Nagyon jó mezőgazdasági adottságú megye,
emellett komoly bányászata és nehézipara van ennek a megyének, és hát testvérmegyék vagyunk, partnerek vagyunk, de azt kell tudni, hogy 32,5 millió lakossal rendelkezik ez a megye. Mi, amit körbenéztünk, azt láttuk, hogy nagyon sok, nagyon komoly együttműködésbe, kapcsolatokba lehet potenciált találni a két terület között, iparban, mezőgazdaságban, és amikor itt járt a megyei delegáció, a Sanszi megyei delegáció, a kormányzó helyettes asszony, akkor egy egészségügyi szerződést kötöttünk, azt írtunk alá, amely orvosok cseréjét, egészségügyi dolgozók cseréjét, technológia cseréjét teszi lehetővé, tehát ők várják most első körben kardiológusokat, akik előadást tartanak kint Kínában, továbbképzéseket fognak tartani, és majd mi várunk cserébe olyan kínai orvosokat, akik a nyugati hagyományos orvoslás és a tradicionális kínai orvoslást is egybeűzik, tehát akupunktúra, akupresszúra és a hagyományos kínai orvoslást, és ők fognak előadásokat tartani érdeklődőknek és a megyei orvosoknak, hogy hogyan lehet kombinálni a kétféle gyógymód a lehetőségeit, mert a gyakorlat és a tapasztalat azt mutatja, hogy vannak olyan területek, amikor a hagyományos nyugati orvoslás, amit itt tűznek, eléri a határait, de egy tradicionális 5000 éves kínai orvoslással új lehetőségeket lehet nyitni, és lehet jobban gyógyítani a betegeket. Tehát ennek az ötvözésére már komoly kutatások és tradíciók vannak, ezt szeretnénk hozni ide a megyébe is. És hát természetesen mindenképpen olyan ipari potenciál van ebben a megyében, nehézipar, gépgyártás, építőipar, hogyha a kínai tőke és a kínai beruházások elindulnak Európa, Nyugat-Európa felé, akkor Sanszi mindenképpen Magyarországon, és azért hoztam le őket Karcagra, hogy lehetőség szerint Karcagon keresztül jöjjön ez a terjeszkedés. Hiszen látunk már erre nagyon jó példákat, Szolnokon a citromsavgyár fog felépülni, több mint 350 dolgozóval, ez fél Európát el fogja látni citromsavval, és a mezőgazdaságnak is nagy potenciál nyújt, hiszen kukoricából készült ez a citromsav, amit citromsavnak hívunk, de citrompótló és savanyító szerek igazából. És hát nagy öröm az, hogy a megyében fog ez a gyár megvalósulni. Ugye itt volt ez a kínai delegáció, gondolom, hogy beszélgettek. Mi volt a véleményük az itteni állapotokról, helyzetről? Tehát mi az, amiben ők perspektívát látnak? Hát nekik nagyon tetszett az, hogy talán úgy fogalmaztak, hogy ökológiailag nagyon rendben van, és nagyon szép Magyarország a megye is. Hiszen amikor Kínában jártunk, azért a túlzott iparosításnak megvannak a hátrányai. Kevesebb a zöld terület, kevesebb a parkos rész, iszonyatos pénzeket fektetnek arra, hogy parkosítsanak és szép legyen, látszik, de körülbelül ilyen 5-6 éves fákat ültetnek, és az építkezéseknek meg a nagy gyáraknak a legyomata azért meglátszik az országon, és hát ez az iszonyatos tempójú építkezés, iparfejlesztés, ez rányomja a levegőre, a környezetre is a bélyegét, és hát Magyarországon nekik tetszik az, hogy ha közlekednek akár vidéken, fát, ligetes facsoportok, szépen megművelt földek, ez nagyon tetszett nekik, és hát Karcagon egy kis meglepetéssel készültünk. Igen, mi volt a kísérőprogram? Esti vacsoránál a Jászság táncegyüttes, a Röpőipával győztes Jászsági táncegyüttes mutatott be előadást, és hát amikor Karcagra lehoztuk őket, megmutattuk természetesen a Györfi István Nagykun Múzeumot, és megkértem Bene Sándor kunkapitányt, hogy egy lovas harci bemutatót, egy lovasi íjász és harci bemutatót mutassanak be, és hát mondtam Bene Sándornak, hogy egy olyan bemutatót mutassanak be, amivel a kínaiak meg fogják érteni, hogy miért is kellett felépíteni a kínai nagyfalat. Tehát, hogy lássák azt, hogy mi nem felejtettünk el az őseink hagyományát, és hát azoknak az ősöknek, a hunoknak, a kunoknak, a magyaroknak a hagyományát még mindig őrizzük. És hát a kínaiak a magyarokat, a magyarországiakat ők hunoknak tartják, azoknak a leszármazottaiknak, és ők egyből értették, hogy miről szól ez a dolog. Nagyon tetszett nekik, a bemutató tényleg szilaj volt,
olyan, ami ennek lenni kellett. Én azt gondolom, hogy a megyei látogatásuk az mindenképpen jól sikerült. Az együttműködést most már rajtunk múlik, hogy milyen irányba tudjuk folytatni, és én azt látom, hogy mindenképpen hasznos lesz ez az együttműködés a megyében élők számára is, és Karcag számára is. De több kapcsolat van, több külföldi kapcsolat, több testvérmegyék kapcsolat, és azokat is igyekszünk most már a gyakorlati elgondolások és a gyakorlati dolgok és megvalósulások szintjére hozni. Említette, hogy ugye előtte önök is, vagy ön is kint volt egy delegációval Kínában. Mi volt a legnagyobb hatás, ami ott önt érte? Hát igazából a méretek. Olyan beruházások vannak, olyan útépítés, gyorsvasútépítés, autópályaépítés, ami nem magyarországi szemmel, hanem európai szemmel is félelmetes. Olyan tempóban fejlődik az az ország, olyan tempóban építkeznek, ami tényleg csodálatra méltó. Emellett látszik a hátránya is, hiszen ennek a tempónak az a nagy hátránya, hogy sok apróság, sok környezetre való figyelem mindenképpen elmarad. Én úgy fogalmaztam, amikor kérdezték, hogy milyen Kína, csodálatos, lenyűgöző, történelme, a történelmi emlékei azok világra szólók, de csapást nem vernék Kínába. Én ezt nagyjából úgy fogalmaztam, lenyűgöző, mindenképpen monumentális, és hát nem is véletlenül, hogy ilyen dinamikusan fejlődik ez az ország, és a világkereskedelemben és a világgazdaságában szerintem 10 éven belül az első helyre fog kerülni. A múltkori beszélgetésünk alkalmával említette, hogy a tiszatavi régióra vonatkozó nagyszabású tervek, elképzelések vannak. Hol állnak most ezek a tervek? Hát ez egy különleges és nekem dédelgetett téma. A Heves megyei közülés elnökével, Szabó Róberttel elhatároztuk azt, hogy a tiszatavi régiót, a tiszatavat egy kicsit kiemeljük abból a szürkeségből, amiben most van. Hiszen mindenki emlékszik arra, hogy 20-25 évvel ezelőtt azt gondoltuk, hogy ez lesz a második Balaton, itt idegenforgalmi látványosságok lesznek, itt a környező települések a turizmusból fognak megélni, és ehhez képest látjuk, hogy nagyon apró fejlődés történt. Abátszalók talán olyan, mint 20 évvel ezelőtt, a Tiszató környéki települések igazából nem fejlődtek, és hát egy új programot próbálunk előkészíteni, aminek már a tervezés szakaszán túl vagyunk. Ez a tiszatavi régióra szól, a következő európai parlamenti költségvetési ciklus a 2014-20-asban egy külön fejezetet akarunk a magyar fejezeten belül a Tiszatóra. Fejlesztések, idegenforgalmi fejlesztések, és nem csak a turizmusra, hanem iparfejlesztés is, hiszen a megye fejlesztési tervében úgy szándékozunk, hogy a megye keleti fele, ez a Tiszafüred, Karcag, Turkeve, Mezőtúr, Kunszentmárton rész, itt a legnagyobb a munkanélküliség, itt a leggyengébb az ipar, és mindenképpen azt szeretnénk, hogyha erre egy ilyen új ipartelepítési szakasz jönne, és erre készítjük elő ezeket a tervezési anyagokat. Karcagról is beszéljünk, így az interjúnk lassan végén. Jelentős beruházások zárultak le, illetve vannak folyamatban a városban. Lezárult például az Akácliget fürdőnek a megépítése, felújítása. Ugye voltak olyanok, akik azt mondták, hogy ez nem fog elkészülni, elkészült. Igen, voltak olyanok, akik igazából akadályozni akarták ennek a strandnak az elkészülését, mert azt hitték, hogy ha van egy sikertelen beruházás, akkor nem a karcagiaknak, hanem a önkormányzatnak, a polgármesternek, vagy nekünk ártanak, de szerencsére ezeknek az akadályozó tényezők mellett is egy nagyon szép, a környék egyik legszebb strandfürdője felépült. Én büszkén látom, hogy tényleg most már nem az a strand, ami én gyerekkoromban volt, azokkal a betonmedencékkel, azokkal a körülményekkel van, hanem tényleg messzi vidékről is jöttek, Budapestről, Dunántúlról is voltak itt emberek, akikkel beszélgettem, és azt mondták, hogy csodálatos a környezet, csodálatos a strand, és hát párját ritkít jó a víz, hiszen ez a karcagi sós gyógyvíz, ami minden karcaginak az órában benne van ez az illat, ez egyedülálló, mert szép fürdőt mások is építhetnek.
de ilyen vizet... Karcagi vizük nem lesz bele. Így van, ilyen vizet nem tudnak szerezni. És úgy látom, hogy jól ötvözte itt a szép karcagi strand és a kitűnő karcagi víz. Én már csak annyit látok, és amire már látom a próbálkozást, hogy a strand vezetése mindenképpen az új szabályok betartására rászorítja a látogatókat, hiszen... Vigyáznunk kell erre a szép fürdőre. Vigyáznunk erre, és azt látom, hogy kemény kézzel a reninteseket oktatási módszerekkel megtanítják arra, hogy hogy kell egy ilyen szép strandra vigyázni, és hogy kell egy ilyen szép helyen viselkedni. Én azt látom, hogy lépésről lépésre halad ez a dolog is. Többi beruházással kapcsolatban én most hétvégén mentem a négyesen, és láttam teljes terjedelmében az új elektronikai hulladékfeldolgozó üzem építését. Gyönyörű, monumentális. És belegondol az ember, hogy milyen jó érzés, hogy Karcagon munkahelyteremtő beruházás ilyen méretű elindult. Mert azt látom, hogy minden település, minden régióban mindig az első kettő-hármat munkahelyteremtő beruházást a legnehezebb idehozni. Amikor már itt van néhány, akkor a többiek már települnek erre a munkahelyteremtő bázisra, és én azt látom, hogy mindenképpen lépünk előre. Jövő évben már itt karcagiak és környékbeliek fognak dolgozni, és mindenképpen sikerez is. És milyen érdekes dolog, hogy ezek az emberek, akik drukkoltak a fürdő beruházása ellen, ezek az emberek pont ezt a munkahelyteremtő beruházást sem szavazták meg, nem támogatták, és hát biztos vagyok benne, amikor ennek az avatása lesz, ugyanúgy ott fognak parádézni, mint a fürdő avatáson, de engem ez igazából nem érdekel. Az a lényeg, hogy Karcag fejlődik, Karcag most már kilépett abból a nehéz helyzetből, vagy ki fog lépni, amiben eddig benne volt. Így legyen. A közelmúltban volt egy demonstráció, szerveztek egy demonstrációt a városban. Önnek, mint megyei vezetőnek mi erről a demonstrációról a véleménye? Esetleg, mint a megye első emberének van-e arra vonatkozóan valami információja, hogy mennyibe került ennek a demonstrációnak a rendőri biztosítása? Mi kapunk telefonokat, leveleket, e-maileket ez ügyben, hogy segítsünk már ezt kideríteni, mert nagyon kíváncsiak erre a városlakók. Ez a kisújszállási úton, villamos úton való vonulgatásra igen, gondol. Igen. Hát én megnéztem. Megnéztem mind a három felet a vonulgatókat is, meg elmentem a déli és az északi cigányvárosra, hogy megnézem, hogy ott milyen a hangulat. Iszonyatosan nagy rendőri készültség volt, én megkérdeztem, több millió forintba került csak a megyei rendőröknek az ide vezénylése. 130 rendőr volt Karcagra vezényelve, ezek egyenruhások voltak, és voltak civil nyomozók is. A civil nyomozók inkább az északi és a déli városrészen voltak, ők tartották vissza a felhergelt cigány lakosságot, mert igazából ennek a vonulásnak is az volt a lényege, hogy hát ha ki tudna provokálni valamilyen összecsapást, aminek örülök, hogy mindenképpen elejét tudta venni a rendőrség, és hát örülhetnek a szervezők is, hogy a rendőrség megvédte őket, mert úgy felhergelték itt a két külváros lakosságát, hogy akár nagyobba is lehetett volna. Én azt látom, hogy felelőtlen emberek, de ez már nem az első eset. Néhány felelőtlen karcagi, hogyha őket is karcagiaknak hívjuk, néhány felelőtlen karcagi ember évek óta próbálkozik azzal, hogy itt a közvéleményt, a karcagiakat akár egymásnak ugrassza, valami nagy balhét tudjon kiprovokálni. Én örülök annak, hogy akikre ez rá volt bízva, a rendfenntartás, biztosítani a rendezvényt, ezt meg tudták akadályozni, és nem ültek fel ennek a provokációnak. És hát én csodálkoztam rajta, hogy azért mondom, hogy néhány karcagi, mert néhány karcagi volt, aki ezt szervezte, de Békés megyéből, talán Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből is hoztak ide embereket itt a vonulgatásra. Olyan embereket, akinek fogalma se volt, hogy mi van itt Karcagon, ha lett volna egy jó kis csetepaté, ők beültek volna az autóba, hazamentek volna saját városukba, falujokba, és itt hagytak volna bennünket, karcagiakat a balhé közepén, és nekünk kellett volna együtt élni azzal a problémával, amit maguk mögött hagytak. Ezért gondolom teljesen felelőtlennek azt a szervezést, amit
ez a néhány karcagi ember elkövetett. És hát azt látom, hogy persze, mert probléma van a kisebbségekkel. Elégedetlenek lehetünk a rendőrség munkájával. De azt látom, hogy a rendőrség teszi a dolgát lehetőségei, eszközeihez képest. És én azt látom, hogy néha még ezek az emberek, akik itt a provokációt csináltak, még ők adnak a rendőrségnek több munkát, elvonják a bűnüldözéstől a rendőröket, és hát körülbelül, ahogy én összeszámoltam, körülbelül 6 millió forintba került, mert a megyei rendőrök munkája, és 61 néhány készenléti rendőr lett ide rendelve, és természetesen elvonva más területről, azért, hogy néhány embernek a hóbortját, provokációját, vonulgatását biztosítsák. És azt biztosítsák, hogy nehogy őket verjék meg, akik vonulgatnak. Mert láttam a két északi és a déli külvárosban milyen tömeg gyűlt össze, milyen tömeget tartottak vissza a rendőrök, és örüljenek neki, hogy a rendőrök megvédték őket ettől a felhetszelt, általuk felhetszelt emberektől. És azért azt, tehát most mindenki gondolkozzon el ezen a több millió forinton, hiszen gyakorlatilag ezt nem azok fizetik, akik szervezték ezt a rendezvényt, nem az önkormányzatnak kell kifizetni, hanem én úgy tudom, de mondja, ha nem így van, hogy ez a belügyminisztérium költségvetéséből megy ez a biztosítás, amit ugye az adófizetők pénzéből. Hát pontosan nem a belügyminisztérium, a rendőrség költségvetéséből. Hát az megy. Ugye a belügyminisztériumon igen. keresztül, tehát gyakorlatilag az adófizetők pénzéből igen. megy, tehát azoknak az embereknek a pénzéből, akik nem is akartak igen, ilyen demonstrációt. Ebből a pénzből legalább két rendőrnek az éves költségét, bérét lehetne finanszírozni, és milyen jó lenne néhány kisebb település, ahol két rendőrt lehetne fizetni. Egy ilyen vonulgatással, felvonulással kivettek a rendőrség büdzséjéből ennyi pénzt. És hát én a semmiért gyakorlatilag. Igazából a semmiért, csak annyi, hogy legyen egy provokáció. És egy kicsit lehet, hogy úgy gondolom, hogy ön túlzásokba esik, és túl sokat kér, mert amikor azt mondja, hogy gondolkozzanak el ezek az emberek. Igen, sajnos azok fognak ezen elgondolkozni, nem azok, akiknek kellene. Mert én azt látom, hogy akik szervezték ezt a programot, azok már régen se gondolkoztak el ilyen dolgokon, és ezután se fognak. Ezzel együtt kell élni, a higgadt karcagiaknak kell mindig kezelni ezt a problémát, nem szabad provokációra felülni. Így interjúnk végén, itt a nyári szünidő, ön tud esetleg egy kicsit pihenni a sok munkája mellett, jut-e idő egy kis nyaralásra? Hát nem tudom, hogy mi számít nyaralásnak. Én évek óta a családdal együtt anyósoméknál nyaralunk, és hogyha ez nyaralásnak számít, akkor ez az lesz. Köszönöm, hogy itt volt, jó pihenést kívánunk önnek a nyára, és jó munkát. Köszönöm szépen, én is minden karcaginak jó pihenést és kellemes nyarat kívánok. Köszönjük szépen, hogy itt volt, kedves nézőink, mára megköszönöm figyelmüket.